A torontálvásárhelyi református templomban a magyar állam támogatásának köszönhetően a felújítási munkálatok lassan a vége felé járnak. A templom jelenlegi állapotáról és a további szükséges felújítási munkálatokról Beszédes Mária torontálvásárhelyi református lelkésszel beszélgettünk. Hála Istennek az idén elég sok mindent sikerült elvégezni, ami a templom felújítást illeti. A nyár folyamán történt meg a belső falaknak a meszelése, ez egy 2 hónapos munka volt, ugyanis hatalmas felületről van szó. Le kellett szedni a régi mészrétegeket és újra meszelni. Tehát a szeptemberben kezdődtek el a padlóval kapcsolatos munkálatok, valamint a padoknak a felújítása, restaurálása. Úgyhogy szeptember óta megtörtént a régi padlónak a felszedése, a betonozás, vízszigetelés, hőszigetelés, valamint padlófűtést építettünk be a padok alá, és most éppen a padoknak a visszahelyezése, felújított padoknak a visszahelyezése zajlik, és hát reményeink szerint a karácsonyi Isten tiszteletet már itt a templomban tudjuk majd megtartani, megünnepelni karácsony estén, december 24-én délután, és utána az ünnep első és második napján délelőtt. Támogatók nélkül nem tudtunk volna ennyi mindent elvégezni. Idén a magyar kormány támogatásának köszönhetően tudtunk ekkora előrehaladást felmutatni. 80 millió forintnyi támogatást jelent ez erre az évre, illetve a jövő évre. Tehát ez az egy összegben megkapott támogatás az, amiből nagyon sok mindent meg tudunk csinálni. Ezen kívül más adományozók is vannak. Például a németországi testvérgyülekezetünk, az Erlangeni Hugenotta gyülekezet, akik évek óta szívükön hordják a templomunknak, a gyülekezetünknek az ügyét, és ők is rendszeresen támogatják a templomunknak a felújítását, illetve egyéb pályázatokból is sikerül néha bizonyos támogatást szerezni. Szintén a magyar kormánytól nyertünk még 2018-ban egy 6 millió forintos összeget, amit szintén a templom felújítására költöttünk. A torontálvásárhelyi református templom Vajdaság legnagyobb és legmagasabb református temploma. A szerb kormány döntése értelmében műemlékké nyilvánították. Az idén műemlékké nyilvánította a szerb kormány templomunkat, úgyhogy a jövőben ennek köszönhetően reménység szerint a szerb állam is hozzá fog járulni ahhoz, hogy belátható időn belül felújítsuk a templomot. Tehát tervek még vannak, ami a templom külső kinézetét illeti. Így van, és nem csak a külső kinézetét, ami a belső munkálatokat illeti. Most, hogyha visszakerülnek a padok, és befejeződnek az aktuálisan folyó munkálatok, utána még jövőre tervezzük az orgonának a felújítását, amely ugyan működik, de igencsak felújításra szorul. És végezetül persze a külső falaknak lesz majd soron a vakolása és a meszelése, ami megint csak egy hatalmas munka, úgyhogy az anyagiak meglétének függvényében tudunk majd azzal haladni. A torontálvásárhelyi református közösség mintegy 1200 tagot számlál. Az elvándorlás, a hívek s velük együtt a hittanosok számának csökkenése az egész egyházközségre jellemző. Sajnos mindenhol ez a tendencia látható, hogy igen, csökken a lakosság száma, és ezzel arányosan csökken a templomba járók száma is, sajnos.